Sziasztok, ez a Vestahome szakmai percek első kis videója, amiben bemutatok nektek egy római rólószét, illetve összeszerelését. Ennek azért van nagy jelentősége, mert rengetegszer megveszitek a római rólót, otthon fent van, de hát nyilván évente egyszer-kétszer minimum mosni kell. Ilyenkor nagyon nagy gondot szokott jelenteni, hogy hogy tudjuk ezt kifűzni, befűzni, hogy ehhez ne kelljen szakembert hívjatok, és ne kelljen mindig, ne legyen egy tortúra, egy rossz dolog ez. Bemutatjuk nektek, hogy hogy tudjátok a lehető legkönnyebben szétszedni, majd összerakni a római rólótokat, és mikre kell figyelni a szét, illetve összeszerelésnél. Római rólót tulajdonképpen bármilyen anyagból tudtok csinálni, és bármilyen méretben. Ezt mindig egyedileg varjuk méretre a varrónők segítségével, illetve anyag szempontjából is ez tud fényáteresztő lenni, tud blackout lenni, tud dekor lenni. Ami a legfontosabb, hogy ez most egy dekor római roló, design, illetve belátást védelem ellen találtuk ki az ügyfelünknek ezt a színt, illetve ezt a típusú római rolót, de ne tévesszem meg benneteket, ez tényleg nagyon sokféle lehet, a normál fényáteresztőn át bármi. Úgyhogy kezdjük is akkor a szétszereléssel. A szétszerelés ott kezdődik, hogy fogjuk és az ablakról le kell szedjük, illetve az ablak elől, attól függ kinek hol van mennyezeten, bárhol. Az első, hogy le kell szedjük a tépőzárat a tetejéről. Ez a tépőzár sín tartja tulajdonképpen az anyagot fent magán a szerkezeten. Ahogy ezt leszeditek, ezt már érdemes az ablakon megcsinálni, sokkal könnyebb. Akkor láttok itt, kettő, illetve mérettől függően akár lehet ebből 4-5 is. A lényeg az, hogy itt látjátok ezt a kis kallantyút, ami tulajdonképpen hozzá van rögzítve a, most vagy a mennyezethez, vagy az ablakhoz, ezzel rögzül hozzá. Ezt a kis kallantyút kell akár kézzel is ki tudjátok forgatni, mindegyiket, és ez onnantól kezdve leakad a szerkezet. Ez fent marad minden esetben az ablakon vagy a falon, ezt nem kell leszedjük, nem kell vele foglalkozzunk. Amikor az összes kijött, akkor a szerkezetünket le tudjuk emelni. Akkor már itt van nálunk így a római roló ebben az állapotában, ahogy most látjátok. Én azt szoktam mindig mondani, hogy onnantól kezdve érdemes egy visszatépő zárazni, csak azért és csak annyi időre, amíg fel tudjuk ezt az anyagot húzni. Ugye? Amikor ezt felhúztuk, ugye, így néz ki, akkor fogom, letépőzárazom újra az anyagot róla, első műveletként, majd megfordítom a szerkezetet, és ahogy látjátok, itt vannak benne ezek a úgynevezett zsinórok, amik ugye magát a felhúzást a szerkezetbe feltekerik ezeket a felhúzó zsinórokat, ez húzza fel a szerkezetet, ezáltal gyűjti lapolva. Itt, ahogy látjátok, itt vannak rajta kis csomók, ezt mi mindig megkötjük oldható csomóra, nagyon fontos, nem szabad elvágni, nem szabad ólóval semmivel. Következő lépésben ki kell kötnünk a csomókat, a hurkokat a legalsó pálcának a tartójából tulajdonképpen. Itt fogjuk, kikötjük őket. Igen. Ha ezek ki vannak kötve, akkor egy egyszerű mozdulattal kihúzzuk a zsinort mindegyikből. Mondom, ebből bármennyi zsinór lehet, attól függően, hogy mekkora szerkezet, milyen magas, milyen széles. Amikor ezzel megvagyunk, akkor a szerkezettel lesz majd egy dolgunk még, de ezt majd később megmutatom. Egyelőre a szerkezetet félrerakjuk, hiszen erre mosásnál vagy bármi esetben nincs szükségünk. Utána megtehetjük azt, hogy kényelmesebb legyen és ha van helyünk, hogy ki az anyagot kiterítjük. A kiterítés után ezek a pálcák, amik oldalt benne vannak, ezeket oldalra ugye egyesével ki tudjuk húzni. Ezek a pálcák merevítik szintén, illetve végzik el azt, hogy ez egymásra tudjon lapolni, ami a római rólónak a sajátossága is, ami miatt nagyon szeretik az emberek a római rólót, és elterjed. Ezeket kihúzzuk. Oldalt mindegyikben ott a kis lyuk. Most kell keressük azt a pontot, hogy melyik oldalon. Aha, ennél itt. Ez lehet bármelyik oldalon így, hogy nálunk is. Szalagtól függ, hogy a gyár éppen hogy csinálja meg. Na, utána egyetlen egy lépésünk van még a mosás előtt. Az alján ugye van egy ólomsúlynak hívjuk, de valójában ez egy súlylap, ami azt a célt szolgálja, hogy ezt a merevséget, ezt a húzást, hogy a függöny szépen álljon, ne legyen nagyon-nagyon könnyed, ezt végzi el. Ez is szintén valamelyik oldalt megkeressük, hogy melyik ki van vágva. Itt a súlylap benne. Ezt is gyönyörűen kihúzzuk.
félre, szerkezeti szinten már semmi gondunk és dolgunk nincs a Romero-ronkkal. Annyit meg kell nézni, ugye ahogy látjuk, mindig a gyártók többnyire, ahogy mi is beleírjuk, egyrészt az elérhetőségeket, ha bármi kérdésed van, egyedibb az anyag, izgulsz rajta, hogy most ezt mered mosni, nem mered, mered-e vasalni, nem mered, akkor akár az elérhetőségeken is tudsz erről érdeklődni, de benne van a vasalási-mosási útmutató. Ahogy látjuk, ez egy 100% poliészter anyag, ami 30 fokon mosható. Tehát innentől kezdve fogjuk az anyagunkat, és összehajtva, ahogy tetszik, berakjuk a mosógépbe, 30 fokon kimossuk. Ennyi a szétszerelés. Túl vagyunk a vasaláson, túl vagyunk a mosáson, a római roló anyagunk tiszta. A vasalásnál ugye ezt mindenki szokott kérdés lenni, hogy vasaljuk vagy ne vasaljuk, mindenkinek rábízunk, hogy ki hogy szereti. Azt szoktuk mondani, hogy ha ez a súlylap az alján bent van és vizesen felrakjuk a szerkezetre az anyagot, akkor azért nagyrészt kihúzza magát az anyag, ha nem, akkor még mindig egy picit rá tudunk vasalni. Következő lépés, szerkezet rárakása. Itt az egyik legfontosabb, az még az anyag előtt, és ez nagyon sokszor felszokott merülni, mi is kapjuk a kérdéseket utólagosan, hogy a római rolón bekötöttem, befűztem, megcsináltam mindent úgy, ahogy van, de nem fűz szépen. Ez azért lehet, mert ezek a húzó szerkezetek, ezek egyesével ahány darabban annyi tekeredésű van. Ha ezt feltekeredik az egyik jobban, mint a másik, nem egyformán van a tekeredése, akkor előfordul az, hogy az egyik széle már épp fölhúzta magát, még a másik nem, vagy éppen a közepe, vagy bármelyik oldala. Ilyenkor annyi a teendő, hogy a gyöngylánc oldalán, ezt szintén meg fogjuk mutatni közelebbről, hogy lássátok, megfogjuk ezt a zsinort, és megnézzük a gyöngylánccal tekerve, ugye ez tekeri a szerkezetet, megnézzük, hogy ez hogy jön a leginkább ki. Fogjuk látni, hogy ahogy mozgatjuk, ez jön ki. Az elsőt elég húzni, ezek utána fognak, mindig kihúzzuk őket, jó? És így egyformán tudnak tekeredni. Nézzük tovább, tekerjük ki. Ez egy picit sziszifuszi játék, de alapvetően nem nehéz dolog, és egészen addig fogjátok tekerni, amíg látunk tekeredést magán a hengeren bent. Ez egy nagyjából 2-5 perces tevékenység, nem sok. Amikor már látjuk, hogy ez kitekeredett, és már az utolsó van, akkor ahogy megjelenik egyenesen a maga ez a damért, ezt látjuk egyenesen futni, már nincs ugye egy tekeredés sem magán a tekercsen, amin van. Ez megvan, őt kihúzzuk csak, ugye, mert őt már beállítottuk, mindegyiket végig kihúzom, ez is oké. Okay. Innentől kezdve visszaállítom a szerkezeteket ezzel, a ráfordító füllel, vagy van olyan római roló szerkezet, ami még csavarhúzós, csillagcsavarhúzóval egy picit rátekerek, de ezt is bőven ráérünk majd a végén beállítani, hiszen nem tudjuk, hogy magán a szerkezeten ezek hova kerülnek. Következő lépésként fogom, egyrészt beállítom. Ezt is kétféleképpen tudjátok csinálni. Van, aki úgy szereti csinálni a Romero befőzést, hogy rárakja. Majd átfordítjuk és megnézzük, hogy hogy sikerül. És addig állítgatjuk, hogy ne látszódjon ki a szerkezet, ugye itt lejjebb van egy picit. Oké, okay. Tépőzzel sinál rajta van a szerkezet. Következő lépésként fogjuk, megfordítjuk a római roló szerkezetet fel. Megnézzük, ugye ebben a pálcatartóban lesznek kis tasakok. De még mielőtt ezt berakjuk, hogy könnyebb dolgunk legyen, a pálcákat szépen végig befűzzük vissza a szerkezetbe oldalt. Arra figyeljünk, hogy egy pálcát se hagyjunk ki, de hát nyilván ez, mivel meglévő római rolókról beszélünk, ezért fogjátok látni, hogy hány pálca, ami még van maradékban. Berakjuk az utolsó pálcát. Figyeljünk, hogy soha ne jöjjön ki a pálca magából a szerkezetből. Okay.
beállítjuk, és innentől már csak a súlylapunkat rakjuk be az aljára, aminek szintén ki van hagyva a hely. Beállítjuk, hogy beférjen szépen. Oké, bent van a párca. Ezt ilyenkor, ugye? Így van, fogjuk. Fellapolva, hogy könnyebb dolgunk legyen, így egymás mellé rakjuk magákat, a pálcákat, illetve a pálca tartókat. Ugye az a szerencsés, hogy így látjuk, hogy melyik lukba, hiszen itt az összes, tehát fogjátok látni, hogy magában a szerkezetben, illetve ebben a szalagban vannak kis picike tasakok, amin át tudjuk fűzni ezt a zsinort tulajdonképpen. Ezt fogjuk, beállítjuk egyenesen, hogy szépen álljon, ugye? Így nagyjából egyenesen áll. Amikor megvagyunk, ugye kifűzéssel fogjuk a római rólónkat, kiterítjük. Zsinorokat beállítjuk egyenesre, húzó zsinorokat, mindegyik kötél feszes, ez a végállás. Innentől az utolsó lépésünk a felhúzás előtt megkötni a csomókat mindegyiknek a végére. Ez fontos, hogy oldható csomó legyen, amit később a következő mosásnál, következő le- és szétszerelésnél szintén ki tudunk majd oldani. Utolsó lépésként nincs más hátra, mint a római rólónkat, hogy a könnyebb kezelhetőség és feltartás érdekében kinullázva felhúzzuk. Így kezelés szempontjából beállítgatjuk a római rólónkat, így tulajdonképpen megigazítjuk, beigazítjuk, és maga a klipszekkel nincs más dolgunk, ami ugye fennmaradt az ablakon vagy a falunkon, vissza beakasztjuk, bekampozzuk és az anyagot visszarakjuk mögé. Ennyi az ősz dolgunk, tulajdonképpen a végére értünk a római rólónk fel- és leszerelésének, ki lett mosva, gyönyörű tiszta, újra az ablakunkon van, és nem kellett szakemberre várni, szakembert hívni és erre költeni. Ha tetszett a videónk, akkor látogass el csatornáink bármelyikére, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és nézd meg következő videónkat is.